Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Éjjel május 1-e. Ének szó és dal köszöntse. Tovább nem akarom folytatni, mert hát azért elmúlt az a korszak. Na, ugye annak idején ilyenkor nagy felvonulások voltak, majálisok voltak, meg mit tudom, transzparenseket cipeltük meg, vagy cipelték, és sosem mentem el. Úgyhogy anno megszűnt ez a korszak, majális hegyek mindenfele, bulik, így meg úgy. Meg ugye amúgy is május 1-e a munka ünnepe, ugye azt ünnepelték az emberek, hát hogyan is lehet a munkát ünnepelni, nem is értem. Én most ugye tök mit? Úgy gondoltam, hogy mivel május 1-e van, és a munka ünnepe, én is megünneplem a munkát, jó? Azzal, hogy látjátok, ki megyek a kertbe, és Fuxi Maxit kihozom, meg a többit, és hát csak a sárga angyalkát, mert a trakecot nem merem belevinni, a Johnnyt. Na jó, fű. Úgyhogy én a munkát ezzel fogom megünnepelni május 1-ét, ahogy lekaszálom a hátsó kertet, és a kertemet, itt a gyümölcsös, meg mit tudom, mit csinált, amit lehet. Hát ja, van már fű térdig érő egy-két helyen, úgyhogy épp ideje lesz. Tehát elég nagy a fű, legalább nem kicsi. Na, figyelj, körbe is viszlek titeket, hogy a kamerát, hogy mégis mire számíthatok, mekkora fű van mindenfelé, úgyhogy első körben itt úgy gondoltam, hogy az idősebb fájm alatt Fuxi Maxival letolom, addig kicsit szárad a túlsó fele, amiben beleviszem majd a sárga angyalt, mert azért azt viszem bele, mert nem is tudom, egy 4-5 lóval és a motor, ha minden igaz, nem tudom, nem biztos, hogy az van rajt, egy kicsit följebb emelem a vágóasztalt, nem mind az utcán csináltam, mert ott az én nyöszörgött szegényem, és akkor azzal letolom. És az elmaradott részeket ott is Fuxi Maxival kiigazítom. Hát egy jó délelőtti program, most van olyan 8:30 környéke reggel. Elég harmatos a fűrúglak, a vízcseppek, párák mindenhol, úgyhogy azért gondoltam arra, hogy ezt a részt egy kicsit letolom egyszer Fuxival, aztán onnétől kezdve megjön a tologatós. Na, mutatom is akkor a területet körbe. No, tehát erre gondoltam, hogy ezek az idős fáim alatt ugye látható itt is, aztán van fű dögive. Itt Fuxival én nekiállok, aztán ezt a részt itt lecsapom, és egész ugye a Szántóföld szélig ezt a részt, ezt Fuxival végigtolom. Természetesen videó lesz róla, úgyhogy nem lesz probléma, nem fogok kimaradni erről az eseményről. Közben azt mondjuk, pajtársátom, kihelyezte a rovarcsapákat tegnap, és oppa, már egy lódarás, vagy mi a franc van benne, egy lódarás már bent úszkál a sörben. Most ilyen speciális módszert csináltunk, hogy ne ásdom meg. Ja, kis eresz van fölötte, és így, mert eddig az volt a problémánk, hogy a tölcséres volt, mindig belepotyogott az eső, és megtellett. Most így nem fog. Na, ez kitérő volt, bocs. Akkor úgy lesz, hogy tehát ezt a részt látjátok itt akkor a fűmal, mint az állat. Úgyhogy ezt muszáj. Hát ugye addig mondtam, hogy május előtt nem kaszálok. Ezt már egy videóban elmondtam, hogy miért, úgyhogy nem akarom is ösmételni önmagamat. Ám bár sokszor szoktam, de most nem fogom. És na nézzetek oda. Bocsássatok meg, hogy ilyenekkel. Ebbe is van valami méhecske, vagy valami darás. Nem méhecske, a méhek nem mennek bele. Nehogy azt higgyetek, hogy a méhek belemennek, mert annál okosabbak azok. Na, csak a darazsak. Tehát itt látható, hogy ma, hát ja, jó térdégérő fű van. Úgyhogy, ugye itt kint le van kaszálva. Na, itt ez a rész, ez csak Fuxi is lesz. Ide ezért belementem trakeccal, de hát most nem merek, mert az afira össze is szásott itt mindent, utána meg belett temetve ezzel az agyagos földdel, és hát kis hepehupás még, úgyhogy a trakeccot nem viszem ebbe bele. Tehát ezt, ja, ezt mindenféleképp csak Fuxival. Tolom ezt a kis sarkot megint itt, hát tiszta víz, meglátni, tiszta víz a fű. Na ez a rész viszont, ugye itt a fák körül még fuxizok egy kicsikét, aztán, hát ki akartam hozni, őszinte legyek, a zöld kínait is, de az Isten nem tudtam elindítani. Nekiálltam egy videót készíteni róla, de abba hagytam, inkább fel se töltöm, mert majd valamikor átnézzük aztán, mert így kell, sokkal tált szerintem ott a karburátor, meg minden el van dugulva, úgyhogy nem kilódok vele, mert csak az idő megy. Majd csinálunk egy karburátor tisztítást, meg egy indítást ezzel a géppel valamikor. Hát ez a hátsó rész, ja, itt még hagyom száradni, ugye itt meg mondta a szelet, hogy kicsit föltámadna a szél, kicsit jobban elfújna a harmadot, fölkapná, úgymond, jobb lenne. Na mindegy, ameddig tudok tologatosra bejövök itt is, a fák körül ismételten csak Fuxival tudom lenyírni, meg a drót melletti részt, ugye a hatháló melletti részt. Ugye ez a rész, ez tologatos, de látjátok, tiszta víz a pacskerommá, úgyhogy ja, van víz gazdagon, vagy harmat. Épp azért gondolom, hogy az a rész, ez talán jó lesz ez a
túlsó felet látjátok, az mekkora ott a fű. Ugye azt azért nem árt, hogyha le van tolva előtte fuxi maxival. Ez meg, látjátok itt is a föld, ugye ez a fira, mert áskálódott, az mind most belett temetgetve, hát ugye, ja, most nem engedjük már ki, mert ugye el van ültetve, ez hát javarész elég sok minden, úgyhogy már ne kotorásszon a földön se semmit. Nos, ennyi lenne a programom ma, így május 1-e révén, ezzel ünneplem én a május 1-ét, ugye? Egy jó kis fűnyírással. Szeretek füvet nyírni, nem azról van szó, én nem az, hogy imádok, de sokan nem szeretnek meg így, meg úgy, de én szeretek ezzel foglalkozni. Meg ezekkel a masinákkal is. Hát a bízunk benne fuxi maxi, nem hagy cserben ismét. Hát lehet, hogy ezt meg részt még levágom fuxival, mert elég nagy itt. Aztán körbe is értünk. Úgyhogy megyek, átvedlek, veszek fel még koszos ruhát, aztán hajrá! Belőle felmérjük, most ezzel a szivatót visszatolom. Mint láthattátok az előtti videómban, ugye ottan nem toltam vissza a szivatót, aztán lehörgött a gép, le is állt. Hát most talán abban a hibában nem fogok esni. De az a videó, ugye most május 1-e van, hétfő, hát hogy mikor fog fölkerülni, talán pénteken. Talán pénteken, nem tudom, mert még van egy pár videó előtte, úgyhogy ezt meg kell csinálnom. Na, de ha a videó szerkezgetek ott benne, akkor meg ez marad el, úgyhogy ez van. Addig kell itt kint dolgozgatni, még jó idő van, mert hétköznapra mondja az esőt, úgyhogy ezt most meg akarom ejteni, hogy ezt levá. Hát a gépek is úgy akarják, persze. Na, megyek, átvedlek, azt jövök. Gép előállt. Hát egy-két szóban elmondok róla ezt-azt, jó? Bár másik videómban már volt róla szó. De, hát kezdjük itt a fejnél, jó? Ugye a fej, az egy, hát egy után gyártott husi fej, azt hiszem. Hát piacon vettem, úgyhogy az eredeti feje, most nézem, hogy eléggé kezd kopni, lehet, hogy lassan le kell cserélnem. De az eredeti fejét azt ledobtam pillanatok alatt róla, mert semmit nem ért. Olyan löttyet volt, meg mit tudom, még olyan gyönge volt a rugója, hogy kicsi földkupaszhoz, vagy egy fűcsomóhoz hozzáért madagolt a damilt, pikpak ledarálta róla a damilt, úgyhogy azt dobtam is le róla a fenébe. Az első kaszás után le is dobtam róla, akkor vettem rá ezt a kis fejet. Aztán, hál' Isten, ez elég jó erős rugója van. Nem tudom, láthattátok a másik videómon, majd benhagyom azt a részt, hogy én kézzel adagolom neki a damilt. Tehát én addig megállok, gép pötyörök, leveszem vállamról, megnyomom, húzok ki egy adagot, az kész. Ugye látható, én azt innét elintéztem, a damil vágó pengét kivágtam a francba innen, nekem az nem kell, meg a sarkait, a szórásvédőnek a sarkait egy kicsit lekerekítettem, mert igen szögletes volt, és folyamatosan elakadt, hogy a húzta az ember végig a földön, minden hülyeségbe elakadt, mert szögletes volt. Egy kis rékséget adtam neki, látjátok egy kis ívet, aztán így már nekem kényelmesebb. Csak ugye az vitte magával a pengét is, de ez különösebben engem nem érdekel. Annyit mindig kopik hozzá, úgyhogy nem kell nekem a penge. Meg én kézzel adagolom hozzá, amikor már nagyon rövid, akkor engedek ki rajta, aztán kész. Penge nekem oda fölösleges. Más egyéb, ja még a micsoda, még a benzincső. Ugye a benzincsövek egy év után megadták az unom, most nekiállt. Jó dzsúvás a gépen most nézem, most már nem ártanak itt fokkalítottam. Hát igen, én hanyaggazda vagyok, ezt már mindenki tudja, jól. Én így ahogy van, leteszem a gépet, aztán úgy veszem elő tavasszal, különösen nem mosogatom én minden kaszás után, minek úgyis koszos lesz. Tudom, nem így kéne, de hát én így csinálom. Na, a benzincsövek eltörtek, szétpízlettek, hát folyt a benzin. Ugye egy év után kb. Menet közben megállt, hörgött, mindent csinált, csak nem akar menni. Azt nézem, folyik itt a benzin össze-vissza, akkor nézem a csöveknek kaput. Úgyhogy azóta, hál' Isten, kicserégettem ezeket a csöveket, azóta még bírják, de aztán meddig majd megkiderül. De hát most már nem tudom hány éve itt van, úgyhogy azóta bírja. Amúgy más egyéb olyan dolog nem történt vele, ami említésre méltó lenne, tehát semmi. Ősszel elrakom. Benzinnel, amennyiben van, benn van. Még látjátok, még a matrica is olyan, hogy ezek is, ezt se szedtem még le róla. Ó, van, ott van. Látjátok, az embléma fölötti kis ragasztó még rajt figyel. Minek vegyem le, selfie rajt. Így néz ki a gép, tiszta dzsúva, tiszta kosz, de nem az a lényeg. Úgyis dolgozni kell vele, tehát koszos lesz így is, úgyis. Akárcsak gazdája, azért nem is cselek. Azért van egy fűnyíros ruhám, ez tiszta kosz maszat, úgyhogy hát ez erre való. Sokkal láttam kötényt, meg mit tudom, mit hordanak, az se egy rossz megoldás, de én, nálam a kötényt ezt helyettesíti ez a gatya, meg a tuc, föl többi tuc, cipő, meg minden. Jó, figyeljetek, ennyit a pofázásról, szóljanak,
most már a fuxi.
ezt a drótot tekerte föl most az előbb, de sikerült letekernem az amifájról.
kérem szépen, akkor itt tartok. Fuchs itt egyet letettem egyet pihenni, de hát egy kis pici körtefának az árnyékába, úgyhogy nem akartam most egy darabig tovább kínozni. Úgyis lesz már, lesz még itt neki munkája. Úgyhogy ezt a részt még idáig eljöttem, mert nincs videó. Ugye egy régi, az idősebb fáknál azt letoltam. Úgyhogy nem tudom mennyi benzin van bele, téve kéne mennem benzinér is, mert szerintem az is biztos, hogy jóban van, mert hát nem tudom meddig bírja ki, de majd a végén körbe járunk, jó? Az a lényeg, hogy itt tartok. Aztán micsoda. Még ez a rész hátra van, egyelőre nekem is, de előtte blögetnem kell nekem is, hát én sem megyek ugye üzemanyag nélkül, hát anélkül nem lehet. Hát figyeljetek, hogy képzelik, hát nem tudom mennyi benzin van ebbe is. Hát ha már egyszer megálltom, hozok ki benzint, ezt töltök bele, akkor már ne kelljen a fél úton, vagy lehet, hogy elrészülök a szállam, aztán is fogy, nem tudom meddig bírja ki. Úgyhogy, de azt néztem ezt a kis fácskát. Most nem teszem be hirtelen neve. Hát ezek milyen... Mi a neve ennek a valaminek? Na, itt így nem teszem, van neve. Na mindegy. Az a lényeg, hogy oda nézzetek, hogy el... Szerintem a szél, az uralkodó szél, így... Hát nem tudom, de miért se, de eltolta rendesen. Érdekes módon nőtt a törzse. Pedig ez valamikor egyenesen ülettem bele, ezt elhihetitek. Hát, elhihetitek, de hát nem így néz ki ez. Nem így nézett ki szegény kis fácska. Elképzelhető, hogy az erős szél megtolta egy kicsikét, aztán azért ilyen érdekesen nő le a kis fa. Hát itt így nem teszem a neve, látjátok? Majd a videóra írjátok benne, mert nem tudom, miért nem ugrik be a neve. Na, itt tartok, aztán elmegyünk köblegetni, és onnétól kezdve, ugye most pörög az agyam, hát így a szemetetek is, a papír hulladékot is látjátok, ide kiortunk, most a Damilos egy kicsit kitolta, hát úgy néz ki, mint a szemétdom, de higgyétek, ez már el fog rohadni. El fog rohadni, az, ja füge, bocsássatok meg, látjátok, füge. Azért tudat alatt azért beszéltem is, meg gondolkodtam, hogy mi a franc annak a hülye bokornak a nevet, füge. Ja. Ja, van is, hogy szépen nézhetek ki, mert mindenhol rajtam a minden fröcsögöt, minden az pofámba úgymond. Úgyhogy na mindegy, figyeljetek, ez munka. Így néz ki, de munkás ember, hogy én most ki fogok nézni szerintem. Na, menjünk öblegetni. Szépen le is ültem ide az árnyékra. Nem tudom mennyire hallatszik a hangom, vagy mennyire sem, próbálok hangosabban beszélni, jó? Láthatjátok, meddig ültem el az egésszel. Úgyhogy még egy jó erős neki rúgaszkodás hátra van a Fuxival, utána a Fuxit félretesszük egy kicsit pihenni, és jön a sárga angyal, ha elindul, ha őnek is lesz kedve dolgozni, és akkor még azzal ezt a részt, meg a gyümölcs, fiatal gyümölcsöst még lenyírom, és utána ismét Fuxi. Tele nyomtam porra ezt a... Micsoda, te is fejettem, hogy ideveri a port ugye, meg a maszatot. Na egészségetekre, ígyünk öblét, öblegessünk. Szabzik, mint az állat. Ezért szeretem ezt a nitrót. Ugye látható, ez jó kis nitró. Ebben plusz anyag van, ezt nagyon bírom. Na, egészségetekre! Érdemes volt kiraknom ide a tuskóra napra. Kicsit átmelegedett. Nem az, hogy nagyon meleg, de kellemes. Nem az a nagyon hideg. Azért ültem ilyen messzire, talán nem látszik a sok apró maszat a pofámon. Hát lehet, hogy is látszik, de annyira talán nem, ugye? Na tehát akkor, ugye mint mondottam, május 1-e van, szépen szép az idő. Most már szél is kezd fújni, nem tudom, halljátok-e a mikrofonba, ismétlen susog. Úgyhogy szépen száll a fű, amire éppen gondoltam, hogy ez a szél kicsit felszállítja. És utána akkor kényelmesen lesz, talán jobban kiszólja a sárgangya, ha elindul. Tehát eltűnik a harmat. Úgyhogy amire még végzek hátul, arra szerintem már nem is lesz harmat. Úgyhogy nem is akarok sokat pofázni, elmegyek be benzinért, előtte persze egy öblegetek, elmegyek be benzinért, tankolok a Fuxiba, aztán folytatjuk tovább azt a kis hátsó részt. Hát bocs, hogy mostanában igen sok a fűnyírós videó, de hát szezon van emberek. Hát szezon van, akkor már sem tudok csinálni. Ezért is a gép szerelések meg, hát amúgy is most tegnap írtam össze a CMI-hez is a csapágyokat, meg a Damiloshoz is, a Strauss Damilosához a csapágyokat. Ugye láthattátok, ezelőtt videó lett, most már nem árulok egy nagy titkot, ugye lesz
harmadik, negyedik része, nem tudom hány részben lesz fönt a szökhajtás szétszerése és a csapágyok kiszerése. Igen, tudom, hogy fölösleges munka volt, de figyeljetek, miért ne? Miért ne? Teszek be normálisabb csapágyakat, aztán remélhetőleg tovább fogják bírni. Persze, ha motor elindul majd, mint amik benn voltak. Mert szerintem, amik benn voltak, az már gyárilag úgy, ahogy volt, szemét volt. Úgyhogy a csapágy forma volt, mármint maga a gépbe is, hát eszméletlen, láthattátok, milyen csapágy volt benn. Szóval fura ez az egész gép. Ugye ez szerintem gyárilag selejtes gép volt, aztán örültek, ha megszabad. Vagy, ja, lehet, hogy minden, mit tudom, csak mondok egy számot, azt se ütök. Ezredik ilyen. Fogják, látja, jó van, hiszen hiányzik bele pár gólya, azért belevágjuk. Elindul, ameddig megy ezt a több, majd ezt a másikat, ugye ezt elmondtam a videóban is. Szerintem így gondolkodnak, ugye minél többet vegyenek, aztán kész, meg minél előbb menjenek tönkre ezek a gépek, de ha egy kicsit esetleg a csapágyokon módosítunk, teszünk be egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy neves, mert összeírtam, hát a csapágyok árából vehetnek egy másik gépet, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy nem tudom, milyen márkás csapágyak lesznek, vagy milyen neves csapágyak lesznek, de remélem nem kínaiak, amiket rendelek, ki is néztem őket, úgyhogy valamikor leadom a rendelést, aztán meglátjuk. Na jó van, tényleg öblögetünk, aztán irány-darány, kert vége, hajrá! Vagy amin a vízbe mi? Attila Hun. Ha-Hun, ha-Hun, a kert végében ha-Hun. Na, ez csak hülyeség volt. Na, egészségetekre! Na, egész viccet nem mondtam el, mert nem tudom fejből. Egészségetekre!